A történelemben a méhészek mindig kiemelt helyet foglaltak el. A méz ugyanis sokáig a háztartások egyetlen édesítőszere volt. A méhrakások a legegyszerűbb bödönkasoktól egészen a díszesen faragott méhkasokig terjednek. Az emberformájú kasok nagyon ritkák hazánkban, a most kiállított darab is külföldről származik. A műtárgyról azonban nagyon kevés adat áll rendelkezésre. Kevés információnk van róla. Az biztos, hogy valószínűleg egy képzett művész alkotásáról van szó, hiszen egy barokk szobrot láthatunk. A származási helyéről keveset tudunk, valószínű Dél-Európából származik. A Balatoni Múzeum minden hónapban igyekszik olyan műtárgyat kiválasztani, ami valamilyen formában kapcsolódik az adott időszakhoz. Június a méhek fő hordási ideje, ezért választották a méhkast. Az érdeklődők az intézmény lépcsőfordulójában láthatják a Szent Veronika kendőjét ábrázoló méhlakást, és a rendelkezésre álló információkat is elolvashatják.